Szevasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Starfieldet. Ott, ahol tegnap abba hagytuk, mégpedig a Holdon. De még először megnézzük a Shader Compile-t is. Most értem ide, úgyhogy még nem indítottam el a gémet. Hát, az, hogy a streammel mi lesz, amíg ez elindul, abba el sem merek gondolni. És már szaggat, látjátok? Tehát a loading megöli teljesen. Na, hát ha most nem lesz annyi. És most nincs shader compile. Az igen. Nem tudom, hogy volt-e valaha ilyen, őszintén szólva. Hát most van. Pihenjék elegent, ne kelljen aggódni az egészségem miatt. Hát nem tudom, a 7-8 óra alvás megvan minden nap, szóval... Ha az megvan, nagy baj nem lehet. Márpedig arra mindig figyelek, hogy meglegyen, szóval... De ja, amúgy a meló az pörgős. Na, szóval itt hagytuk abba. Nem is tudom, hogy... Fall damage? Nincs, jó. Hold on fall damage? Mekkorát kell az esni? Jó. Itt nem voltak már emberek, ugye? Might as well take what we can. Vagy pontosabban nem tudom, hogy voltak-e itt még emberek. Mert... Volt itt egy citrom. A fasz keres itt egy citrom. Becsúszik 12 plusz. Hát annyit én nem tudnék aludni szerintem. Mármint, hát ha nagyon muszáj, tudnék, de szerintem... Hát, fene se tudja. Ó. Oh. Jó, na, menjünk be az épületbe. Oké. Valamiért úgy emlékszem, hogy itt vannak még emberek, de nem tudom, hogy hol. Ó. Ez mi a... Láttátok, hogy mivel lőtt? Valamilyen... Smütyi volt. Meghalt? Meghalt. Corrosive Modified Arc Welder. Visszamegyünk a hajóra és megnézzük, hogy mi ez. Alis topsoros, szia-szia! Ó, még nem modoltam. Majd talán szerintem hétvégén ránézek egy kicsit. De most még nem foglalkoztam vele. Munka van. Aztán meló közben nem illik. Bár megmondom őszintén, hogy van olyan teszt, ami ilyen 2 órán keresztül fut, szóval ott még akár idő is lehetne rá. De
Most mással is foglalkoztam, úgyhogy... Hol is? Itt jutottunk ki, ugye? Itt jöttünk be, azt hiszem. Szevasz! Sok mindenkinek megvan a számom szerintem. Nem is nagyon használok telefont, hogy őszinte legyek, tehát poén megy, kijött az új iPhone, ugye? És így nézegettem, hogy hát jó, megnéztem, hogy valami 32 font havonta, még nem is olyan nagy összeg. Így eltöprengtem egy pillanatig rajta. Aztán megnéztem a screen time-omat, és valami 50 perc a napi átlagom. Szóval... és az 50 perc az olyan, hogy ebben már benne van az, hogy mondjuk valahova megyek Londonban, és nézem a térképet, hogy jófele megyek-e. Ami általában simán kitesz ilyen 40 percet önmagában. Jó, nyilván ezt nem minden nap csinálom, de... tehát, na, alapvetően látni kell, hogy én nem használom különösebben a telefonom semmire. Nevermind, ez igaz. Ez, ebben igazad van. Szóval itt van a telefonom a polcon. Ha egész nap ott van... néha így keresem, hogy hol hagytam. Ugye én social médián nem vagyok. Egyedül Twitteren, ami jó szar. Ott is egyedül a macskás videókat nézem. Az se érdekel különösebben. De... ennyi. Meg annyit szoktam, hogy esténként hazatelefonálok. Jó, nem Twitter, X. Na, X, oké. Nem Twitter. Valóban. Valóban. Szóval van magyar telefonszámom, ugye még a régi, meg van egy brit telefonszámom, ami mondjuk most azért jó, mert Vodafone hozzám vágott 3 hónap Apple TV Plus-t. Csak úgy. To see that you survived your most recent sleep cycle. Csak legyező van. Hogy értve legyező? Milyen legyező? Őszintén szóval nem tudom, hogy van-e OnlyFans accountom. Lehet, hogy van, mert egyszer megnéztem, hogy mi az Isten ez. És az miatt beregisztráltam, de... hogy én ott fizessek valamit... az kizárt. Tehát... nem, mintha nem lenne ott feltétlenül olyan tartalom, ami akár még érdekes is lehet, de... már nem feltétlenül... na, nem olyanra gondolok, hanem... na. Jó, meg akarom nézni, hogy mit vettünk fel. Anti-ballistic deep recon space helmet. És ez akkor mit tud? Minusz 15% physical damage from ranged weapons. Jó, tehát a lövedékek fizikai damage-ét 15%-kal csökkenti. Oké. Nem lesz ott contentem, Shadit Adri, de ha netán úgy, akkor nagyon megszólok, akkor szólok. Nem, mintha az kihúzna a pászból, de... Corrosive Modified Arc Welder. Arc Welder, ez ívheggesztő?
Deals double damage to targets with full health. A tök. De miért akarnék ívheggesztővel valakinben kárt okozni? Bár mondjuk most így belegondolva biztos jó munka. Meg kipróbáljuk. Aha. Tehát véletlenszerűen rozsdásodást okoz. És leszedi a célpont páncélját 6 másodpercig. Oké. Destillált víz. Tudunk csinálni. Mit is? Teát. Végre. Na, már csak egy konyha kell és csinálunk teát. Hol a konyha? Itt van konyha, elvileg. Hol? Igen, itt van. De én nem tudunk semmit csinálni. Vagy igen? Igen. Na, egy tea. Tessék, ott van. Mehet is. Jó, és ezt most be is nyomjuk. Ha megtalálom. New items tea. Inspect, nagyon szép. Nem tudom, mi a tök az ott benne, de oké. És meg is ittuk. Tessék, egy jó tea, semmit nem hílt rajtunk. Hát nem valami real ez a játék, az a helyzet. Na jó. Oké, menjünk, lepakolok, és akkor szerintem menjünk tovább. Annyi ilyen fegyverünk van, lassan már bótot nyithatnánk. Ezt föl tudom rá tenni? Most ezt nem értem. Vagy ez egy teljesen másik. Ez egy másik, oké. Okay. Jó, letesszük. The container is in max... Az baj. Az baj. Túl sok a posgás. Jó, akkor el kell mennünk valami boltba eladni ezeket. Majd, de először elmegyünk a... Hova kell mennünk most, a Saturnusra? Látok már. Nem, a Neptunusra. Igen, az majdnem itt van. Igen. Jó, és mehetünk. Wait, you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. Oh shit. Próbálom lelőni, de...
Oké, tehát a legtöbb ellenséges hajóra át lehet szállni, hogyha boardid. Hogyha a hajtóművük meghibe, hát ha lelőttük. Közel kell menni. Igen, és hát igen, a crew az harcias lesz. Piu, 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 azaz. Na hát akkor. Szere, jössz? Merre? Erre. Igen. Haló? Le tudnánk feküdni itt aludni. Oké. Igen, egy csőkulcs kéne, azt már néztem korábban. Jó, akkor itt Concussive Grendel. Fogalmam sincs, hogy mi ez. Oh. Oké. Aha. Jó, volt egy kulcs, az kellett. Ide jövünk be. Hello? Mara? Savas. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? Ecliptic mercs. They'll work for anyone. And vanguards don't exactly make friends with local pirates, thieves, and scavengers. I think enough of them finally got fed up and they pooled their money to hire professionals. I hear that. If the universe was a nice place, all soldiers could retire, and no home would be missing a seat at the table. Ivan, world peace. Anyway? Constellation. Seriously? Guess that's where the respect for space comment was coming from. Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling titanium. Sara, miért nekünk mondja? It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament?
I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Hope you figure out whatever that thing is. Space rock. Okay. Take the artifact. Oh, itt van. A darab fém. Good work. Let's get back to the lodge. Jó, hát... ha jó, nem szedjük szét amúgy. Mármint... Thanks again for the rescue. Don't know what I would have done if you hadn't jumped in. Nincs mit. Tehát ezt kicsit megscavengerhetnénk itt, nem? Ó, mappa kell. Mappa nagyon fontos. Toll. Jó van, annyi szart összeszedtem. Te, a hajóban nincs több hely konkrétan. Mi? Egmund. Na jó, de a fickó nem rám nézett, amikor beszélt. És akkor itt is lehetne izéket, egy csomó mindent fejleszteni. Jó, hát szerintem megyünk vissza, nincs itt más. All right. Let's get this crate into space. Moira nem jön velünk, vagy Moira, vagy hogy hívják. Oké. Okay. És akkor most undockolni kell. Moira az Fallout Free, oké. Okay. Moira. Volt valami sorozatban is Moira. Valahonnan rémlik. Na, mit kell csinálni? Return to the lodge. Az New Atlantis? Alpha Centauri, az akkor az lesz. Ja. Viszont még mielőtt megyünk. Hol a Saturnus? Ott van. Arra nem tudunk leszállni, mi? I mean... This location can't be landed on. Igen, oda nem nagyon lehet. Hát egy scan nyomunk. Resources and semmi. Surveyed. De várjál már, a Neptunus nem egy... Ice Giant? Biztos, nem gáz? Ez, azt tudom, hogy a Jupiter az gáz. A Neptunusban nem vagyok biztos. Temperature deep freeze. Atmosphere hidrogén. Magnetosphere weak. Fauna flora nincs, water nincs. Ott van Ice Giant, csak olvasni kell. Tehát... Oké, okay. Itt a Saturnus nem meg az, vagy Gas Giant. Igen. Igen, Alpha Centauri... Igen, oda megyünk most. Mehetünk. Régen tanultam már én ezeket a bolygókat, aztán az idő az... Minden, amit tanult az ember, el lehet felejteni. Napi bölcsesség, figyelj! Oké, oda megyünk a lodge-ba. Hogy tetszik a játék? Egyelőre tetszik. Még szokom, mert minden új játékot, ami ilyen összetett, szokni kell. De egyébként egyelőre tetszik, azt kell, hogy mondjam. We have it. Go ahead.
do the honors. Ja, amúgy is így van, stopsoros, már lezárt a Neptun. Ja, ja. It fits. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. Hmm, that's speculation, but I think you're right. We need more. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. G'day. Honestly, this just makes it more official. Call it right person, right place, right time. But once the artifacts started coming together, you were one of us. We're going to do great things together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Mm-hmm. Okay. Fair enough. But before you go, let me tell you about our other leads. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Okay, és kaptunk 9500 forintot. Okay. Vele mit is lehet trédelni? Fegyvert. Regulator, azt mondja. Jó, akkor nála el lehetne adni azt a sok szart. Már nem az, csak... Érted, egy legendary rifle. De... Jó, nem akarom eladni. Ezt mondjuk eladjuk. De miért nem írja, hogy... De miért a damage-et írja? Ja, ott a value. Oké, okay, 1402 és annyit ad érte? Nem eladás? Trade. Ó, várjál. Hogy értve trade? Ez meg ték. Ez hogy ték. Csak odaadom neki. Hát menj már. Mi az, hogy odaadom neki? Ja, érte. Le lehet nála tenni. De annak mi értelme? Ja, hogy odaadom neki, hogy azzal lőjön majd. Ja, meddig ezzel lőtt. Mondjuk elég jó damage-e van ennek. Adta is egyébként. Tudja hozni a sok hasznos holm. Ó, tehát akkor ő tulajdonképpen a roach. Értem. Jó. Akkor ez nem trade. Jó, azt hittem, hogy úgy trade. Oké, okay, Barrett, állj. Ezeket majd megkérdezzük. Hogyha visszajöttünk. Mert akkor most el kéne menni boltba. Bújjai non-stopba be kéne ugrani, és el kéne adni a fegyvereket.
that you know something no one else does. Jó, ezeket majd kimerítjük ezeket a beszélgetéseket, csak most boltba el kéne venni. Azt nem tudom, hogy itt milyen rajtunk van a ruha, mi? Oké. Okay. Szóval meg kéne menni boltba, csak nem is tudom, hogy itt milyen boltok vannak, meg hol. Meg a mapon ezt hol látom? Itt a hajónk. Van még egy csomó ismeretlen hely. Mass District. Commercial District. Ide kell gondolom jönnünk eladni. Hajó mellett volt Trade Terminál. Az is igaz. Jaja. Akkor megpróbálunk oda-vissza... Nem lehet vissza fast travel-ölni? Tudjátok, ha 100 méterre messzebb van, akkor már kocsival megyünk. Fast travel to the ship. Nyomom az erbe. Csak a fast travel nem működik. Igen, láttam, láttam. Tehát már ettől a tempótól is kifullad, Andi. Igen, az kéne, rócs kéne. Bocskásokat nem lehet kitenni így. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. I missed our Bobby so much. Várjátok, most mi van a... izén? Nem fast travel-ni akarok, csak... belőlni, hogy oda akarok menni. Azt mondjuk nem látom, hogy mi van a... Ez is a lodge-ba van. Akkor a lodge... jó. Na mindegy. Megpróbálunk visszafutni. Sokat segíteni, ha emlékeznék, hogy merre van. Nem tudom, hogy kell-e utaznunk a vonattal. Spaceport. Gondolom oda kell mennünk, nem? Mindjárt meglátjuk. Rémlik, mintha jó helyen lennénk.
Ah, igen, ott, ott, ott. Edzenünk kell. Ez így nem jó, hogy ilyen könnyen kifulladunk. És akkor itt van ez a, ez az, ugye? Vendor cell. Oké, okay. All. Oh, nagyon jó. Hát, lőszert nem adjuk el. Van alumínium. Oké. Mi nem ezt a spacesuitot használjuk. 15% damage a fegyverekből. Nem, ez nem a cell. Tehát ez van nekem. Csak már át tudom váltani a Q-val a buy-ra. És akkor... Vendor sell from front. What? Igen. Jó, ez van nálam. Igen, Q-val tudom a sell from ship inventory-t. Igen, igen. Jó, és tudok még buy-olni is, tehát vendor buy, de ez csak buy back. Tehát, hogy vissza tudom venni. Oké. Okay. Jó, akkor ezt eladjuk. Szerintem ezt is. Ezt nem. Ó, az biztos, hogy nem. Kaja. Concussive Gradle. Plusz 30% damage while in space. Minus 15% damage a bolygón. Akkor ez csak az űrben érdemes használni? Bleedes. És kis esély arra, hogy knokkossá teszi az ellenfelet. Hát ez megtartjuk hát, ha jól jöhet még. Ez a Constellation Spacesuit. Ezt lehet, hogy inkább leraknám valami stashbe, ha van ilyen. Most nem is emlékszem hirtelen. Sőt, nem adjuk el. Nem. Mappát eladjuk. Aknát nem adjuk el. Ez van rajtunk. Ebből van 4. Ebből rögtön 3-at eladunk. Oké, heal. Ez valami crafting komponent. Szobámban a hákon van egy szép. Ah, oké. Immobilizer. Kefir. Oké, okay, medpack, tej. Oh, oké. Okay. Jó, hát ezeket nem adjuk el, mert ez kell nekünk. Hát ezt valahol ki kéne tenni. Hát most adjuk el. Whisky. Spagetti. Jó, egy csomó minden van amúgy a... hajón is, amit majd el kell adni. Szintetikus hús.
kávé, termosz, budipapír, paradicsom, tunnel mining pack, igen. Mondjuk ez elég baszon néz ki. Lehet, hogy ezt le is cseréljük majd. Varun Space Helmet. Ezt mindjárt megnézzük, ezt a Varun, vagy mi a tököm szettet. Mert elég menőn néz ki. És egy kis null kábel. Na jó, és akkor most a hajó, mert itt azt van annyi szemét. Igen, ez a személyzet ellenes Grendel. Ez szerintem marad. Ez marad. Hát szerintem ezt is hagyjuk, mert jól jöhet. Jó, és akkor a hülyeséget most kitesszük. Hát, amiben ilyen sok van, azokat letesszük, vagy eladjuk. Ó, akkor ezt máshol kell adni, ezek szerint. You will get less than the item was worth. Ó, akkor nem adjuk el. Oké, na ebből van egy csomó. Úgyhogy egyen kívül mindet eladunk. Igen, ebből, mondjuk ez crafting komponent, úgyhogy hagyjuk. Mondjuk itt is ezt írja. Jó, akkor megállok. Akkor gondolom ezt fegyverboltba kéne eladni. A vendor credits nulla. De akkor nem ad érte semmit. Tehát így el tudom adni és... Ó, Isten, de szar ez. Már bocsánat, hogy így mondom. Nem tudtál volna hamarabb szólni, József. Ne nézzé. Keresünk további vendorokat akkor. Mondom, itt van valami trade center, vagy mi ennek a neve? Commercial District. Hát mondom, oda kéne elmenni, és akkor hotel shopping. De az hogy lehet, hogy engedte eladni 0 forintért? Tehát nem emlékszem, hogy ezek mik.
Ez mi? Mit árul ez? If you don't, hope you're finding everything you need. Oh, please, take a look. Fegyvernyi elsanyag. Oké. Okay. Cell. Weapons. Ship inventory. Hogy a mappáink nem egyet, hanem nullát kapok, az nem baj. Hát mondjuk ebben igazad van. Látod. Csak akkor is fura, hogy... hogy el tudom adni. Appreciate the business. Szotyi. It takes a strong mind and a good eye to sell art. Jó, hát a kávézóban nem megyünk el fegyvert eladni. Hát igen, úgy lehet, hogy veszünk tőle valamit. És akkor... ja, úgy lehet. De így akkor most el kéne menni a Commercial District. Őrület. És akkor itt hol tudok vásárolni? Ez a következő kérdésem. The project has to be done this quarter. Artifact is against the wall. Surely you can take a day off. A projektet azt meg kell csinálni, tehát az... ha a feladat ki van írva, akkor azt meg kell csinálni. Ez ki is? We don't get very many visitors here. It really makes the day crawl by. Nem. De miért emlékszem, hogy itt van... van bolt. Distribution Center. Kávézós embernél lehet kaját adni. Az oké, okay, de az jó healnek. Itt biztos, hogy nem eladni lehet. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Vagy mégis? Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. I hope we have what you need. Ryanair Customer Service. De legalább ott az van. Tehát nem úgy, mint a Wizz Air, hogy reklamációnak helye nincs, a Customer Service nem veszi fel erre a telefon, nem válaszol. Hivatalos panasszal a hágai nemzetközi törvényszéken lehet élni. Körülbelül. Na, akkor kicsit még végignézzünk, hogy mi van. Amit így el lehet adni. Pizsama.
Oké. Hát a heal nem adjuk el. Notes. Hát ezek nulla kilósak, úgyhogy... Ez mondjuk nem, de ezt nem tudom, hogy elolvastuk-e már. Resources marad. És misk. Reszelő. Azt mondja, steeper. Kettől talán. Szomorú, de el kell adnunk. Testápoló üveget nem adjuk el. Szappan. Home, soil home case. Kanál, villa és a növények. Muszáj eladnunk, nem fér a hajóra. Sejtadri, jön, csak. Idő kell. Úgy tűnik a Heathrow felszálló iránya megint erre van, szóval... Brace yourself. PG, klópapír, rally szalag, fiola, kancsó és darts. Pont megvan a három belőle, pont nem látjátok a fejemtől. Úgyhogy megvan a darts set. Jó, van-e nálunk még valami, esetleg? Oké, ezek a fegyverek maradhatnak, ammo marad, space suit. Ezeket most már letesszük a hajóba. Vagy valahova, ahol van a hely. A stashbe. Apparel marad, throughable marad, aid marad. Notes, hát ez marad, szerintem. Egyebek. Pakli. Jó. Mindent adunk. És rajtunk van két budi henger. Tehát az nálunk van. Rakjak be a 100-ba egy AI generált képet, és az a minigame, hogy kitaláljátok, melyik az. Oké. Okay. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on, and four other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Ah, ez a tokiói járat volt. Az menő. Jön a kövi, ahogy hallom. Right. Come back if you need something else. Okay. Johan. It's a privilege to be able to work for the UC government. Always a privilege to work for a government, mate. Ja, a plebjárat? Hát mondjuk a Lufthansa-nél nem plebjárat. De, ja. Kis fostos, kis gép gondolom. Na, akkor szerintem rendben vagyunk. Most eladtunk mindent. Szóval elvileg nem lehet baj. Mi ez a system? Ja, hogy ez jó. Szóval, ha most akarok, el tudok fast travel-ni a hajóhoz. Nem, hogy leessen egy zongora gépre. Oké. És akkor itt vagyunk a hajóban, bent. Nézzük már meg akkor ezeket a űrruhákat, amiket fölvettünk.
No weapon equipped. Várjatok már. Oké. Spacesuit, és akkor fölveszük először ezt. Hát, mindegy, ez a pak most jó lesz. És átrakjuk ezt a helmetet. Tehát ez a Constellation set. Hát igen, ez olyan felfedezős set. Igen, pont erre gondoltam, hogy pont ezt csinált, tehát amikor így megfordulok, és megnyomom az est, akkor nem azt várom, hogy előre fuss, hanem hogy... Igen, ez pontosan így. Oké. Na, áttesszük a másikat. Hát ez azért nem néz ki rosszul. Ja, ez nagyon-nagyon dark. Na és akkor mit tud ez egyébként? ...15%-kal kevesebb damage az emberek ellen a helmet. A spacesuitnak nincsen bónusza. Ez egy basic boost pack, oké. Pirate helmet, ez a ruha? Ó, amúgy nem is rossz. Na, akkor így fogunk közlekedni most. Király. An intimidating. Jó, na. Küldik. És akkor körülnéznénk, hogy itt a közelbe van-e valami. Andi alapból az, hát igen, az elég masszív. Tehát testben és fejben is erős. Hogy van-e itt valahol a közelben hát például ez itt van a közelben. Szóval akkor oda el is mehetünk. Distilling confidence. Acquire some cargo from off-world. Secure storage at spaceport. Igen, stop, sos, ez egy másik Andi. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? Oh, security impounded a ton of cargo and didn't have storage space for it all, so we're holding on to some of it until they can run inventory. So, you need something, or... not really sure. Whenever they get through their backlog, I guess. There a reason you're asking? Yeah, I can't really just let you in there. Okay, na próbáljuk meg. Eddig ez nem nagyon sikerült. You don't know what you're talking about.
Look, I'd like to help, but... I'd like to think so. All right, look, don't tell anyone I did this for you. Nem olyan mi? Csak nyomkodni kellett a legegyszerűbbre. I had nothing to do with this. You got it? One second. All right, make it quick, will you? Thanks. Cheers, mate. Package for Nissa, metabolic agent. Watch for the engine blast, will ya? They'll bowl you right over. Take care. Jó, akkor most vissza kell mennünk a... Ki adta a küldit? Melissa vagy hogy a kömbe hívják? Nissa. Az a kocsmáros volt talán? Most nem emlékszem pontosan. Még mindig Deathless vagyunk. Az menő. Ó, milyen menő kis... emotod van? Vagy ez csak egy... hát emot. Ez Mortal Kombat-es? Ez az új Mortal Kombat-nek a... izéje, ugye? Ha jól látom. Nem tudom, jó lett egyébként? Nem is néztem mostanában belőle részeket. I don't want to sound desperate, but any luck finding my cargo? Hey there. Hey there. Girl. Good to see you again. Can I get you something? Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Oh, oda telefonált a férjem. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. No. We need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really? Thank you so much. Oké, okay. Adott 2500 forintot, egy szupernovát. Oké. Okay. Valami pletyi van? A bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Baron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on, have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Okay. See you around. Plegykával tudok random generic mellékküldit kérni. Ah. Meg gondolom majd, mintha valami olyasmit is mondtak volna, hogy lesz ilyen... Tehát ilyen nagyon könnyen modolható játék, vagy nagyon... Hogy mondjam így... Ilyen mod kompatibilis, és bele lehet modolni ilyen kosztüm küldiket is. Na most azt én nem tudom, hogy pontosan hogy fog működni, de azért az elég jól hangzik, hogy bármit bele lehet így kvázi modolni ilyen plusz küldiket, meg ilyesmit. Ilyen community küldiket. Hát na majd meglátjuk. Jó. Ez is New Atlantis-es küldi, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor megnézzük ezt is.
Hát igen, a modulás az sok mindent lehetővé tesz, és kétségtelen. Na, itt valami bioszenzorokat kell összegyűjteni valami fa kapcsán. Látok, elolvasom már, hogy mi kell. Igen, pontosan. Kerton Frush megkért, hogy segítsünk neki a kutatásában. Szenzorokat kell összegyűjteni, hogy elemezze a adatokat, amiket rögzített a szenzor. Hát én erre mondanám, hogy azt is tegyél arra a szenzorra egy rohadt 4G modult, és akkor nem kell kimenni összegyűjteni. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. Ilyen eggs. If you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Having a good one? Oh, mate. Tehát látta a szenzort a gyerek a Distribution Centerbe. Miss Cheng. Miss Cheng. You know I went to chef school? This ain't exactly Bulk items may require multiple levels of approval and can take up to several weeks for an official response. We apologize for any delay. Köszönöm. Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Azt, ha most pisztolyt rántok, annak nem örülne mi. Faszki van. A tudomány sok pénzbe kerül. Pleasure doing business with you. Back to it then. Miss Cheng egy seg. Ezt megállapíthatom. Srácok, óvatosan azért a chatben. Mert értem én a tréfát, csak nem szeretem. Jó, menjünk tovább. Meg is kéne nézni, hogy hogy néz ki egy ilyen tojás. New items, biosensor. Ó, oh, oké. Okay. Tehát ilyen leszúrható. Oké. Okay. Hmm.
Nem, én nekem sose lesz fegyverem saját. Minek? Mondjuk, hogyha Anslow-ba költözök, akkor lehet, hogy lesz, de egyelőre még nem úgy áll a dolog. Vagy Croydonba. De ja, igen, itt Angliában kést is csak személyigazolvánnyal lehet venni. Szóval... A Residential District itt még nem voltunk. De azért időbe kapcsolt a játék, hogy ide értünk. Ja, itt a reptéren is az a vicc, hogy így megérkezel, és ki van írva a csomag felvételnél, hogy ide te fegyvert nem hozhatsz be. Na most ki jössz a csomag felvételből? She turned him down. She apparently signed on to do some Shakespeare film. King Lear, I think. How many damned versions of Shakespeare do we need? I mean, after Kincaid's King Lear, why bother, right? Huh? You have hidden depths, my friend. Oh, I've made a Birmingham-i accentus azért most beficcent. Jó, tehát... Na mindegy, a poén tényleg az, hogy ki van írva, hogy ide te fegyvert nem hozhatsz be, mert szét leszel feszítve. Majd kimész, és ahol a lifte el tudsz közlekedni, három rendőr, meg egy katona akkora gépfegyverrel, meg egy akkora katona, hogy érted, ilyen 2 méter 10 centi, 150 kiló, de mondom, egy akkora gépfegyverrel, csak úgy, a mihez tartás véget. Tehát, hogy így beérsz az országba, és így üdvözlünk. Itt te nem akarsz semmi csalafintaságot csinálni. Mindegy, ezen mindig röhögtem. És ez ráadásul a Heathrow, tehát nem is a Fostos Luton vagy Stansted, érted, ahol a pleb utazik. Na itt a kövi. Na, hát mindegy. De amúgy megértem, azért itt is voltak gondok. Elég komolyan. Na, hol a harmadik? Még most már vissza kell vinni a... Lodge-ba, ugye? Mindegy, elmegyünk, mert már csak a lodge aktív. Jó, mondjuk én tényleg megértem, mert azért nagyvárosokban mindig be vannak feszülve az ilyen terrorfenyegetettség miatt. Mostanában talán annyi nem volt, de azért hát nincs 20 éve, hogy ugye vannak, voltak problémák. És itt vagyunk a lodge-nál. Akkor itt van még egy szenzor. Ja, itt. Nevermind, szerintem ez nem függ össze. Én nekem vannak, ahogy mondtam, egyetlen egy brit kollégám van, az is a főnököm. A többiek mind így a világ minden tájáról, de így a környékben, mármint úgy értve, hogy nem csak a közvetlen kollégáim, hanem ott, akik így a tanszéken meg a schoolba dolgoznak, a világ minden tájáról mindenféle ember. Őszintén szóval én nem a sokszínűséggel meg a kulturális sokféleséggel hozom összefüggésbe azt, hogy vannak idióták. Idióták mindenhol vannak, független attól, hogy hol vagy. Na mindegy. Any luck tracking down those sensors? Yes, mate. Beszélhetünk? I need all of the biosensors if the data is to be of any use. So you do. Wonderful. I'll just take these
and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data, give it a moment. And just another moment. Oh, it is working, isn't it? Ah, there it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Rosir, hova mész? Állj meg! It seems my concerns were valid all along. Well, there's good news and bad news. Na, lökjed. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told you so, may even be uttered more than once. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. Érdekes. This is something we've never observed before. Tehát hang mutat ki a fa. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. Mm. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. 2500. Oh. Science mate. Okay, check in on Carlton later. Tehát vissza kell néznünk Carltonhoz majd. Jó, király. Használjuk-e valamire a voodoo babát? Bírálatoknál előfordul. Akkor beküldünk egy cikket, hogy azért volt, azért vásároltuk, mert hogy az egyik PhD hallgató küldött cikket egy nagyon jó konfira, egy elég jó megírt cikket, meg tényleg jó anyagot, és olyan, tehát visszakapott egy bírálatot, amiben ilyen, hogy ilyen meaningless experiment, meg ilyenek voltak. És tudod, azért egy PhD hallgatónak a lelkének ez nem tesz jót, és így a főnököm, aki igencsak benne van a téma sűrejében, tehát az egyik tényleg oszlopos tagja ennek a neuroimaging témának, ő írta ki Twitterre, hogy azért vegyenek már vissza a kedves bírálónk, meg hát hogy képzelik, és annak lett is visszhangja, és utána még kitette ezt a voodoo babát is, hogy na, akkor most lehet itt nyomatni a meaningless experiment szöveget, aztán majd ne csodálkozzatok, hogyha itt fáj, meg ott szúr, meg ott hasogat. Ami nyilván utóbbi persze tréfa, de azért jelzés értékű, hogy tehát azért ne legyen már paraszt a bíráló. Na. Ja. Jó, na menjünk tovább ezekkel a dolgokkal. Gondolom ez itt majd aktivizálódni fog. Ez a keltonos cucc, hogyha majd lehet vele beszélni. Tehát szerintem lesz még egy ilyen quest akkor. Mert most lehet, hogy kielemzik az adatokat, megszakértik, aztán aztán lehet, hogy lesz valami feladat így a fával kapcsolatban, amit csinálnunk kell. Szimpi a főnököm? Amúgy igen. Talán eddig a legjobb főnököm, aki volt. Pedig nagyon jó főnökeim voltak eddig is. Oké, okay. The Bounty That Got Away. Top of the Old Marsh Launchpad. Hanem fölhozd. Akkor ez a Marsra kéne menni. Szerintem ez is a Marson van, ez a listás fickó. Read the secret output slate. Secret.
Jó, ez meg gondolom nálunk van, csak el kell olvasni. Legalábbis remélem, hogy... Igen, ez. Loyal to your crew, I get it, but screw that. Veg, borrow, steal, kill to get to Denebola 1B. There is a secret outpost we are trying to crack once in a lifetime. You will regret it for the rest of your life if you don't get your ass over here. Okay. Go to the secret outpost at Denebola 1B. Hol kömbben van? Show on map. Oh. When you go to Africa, you first get malaria, de Nebola. Hát ezt később csináljuk meg, úgy döntöttem. Mert a 31 szín még azért messze van. Hát ez a list, ez lehet, hogy... Igen, itt survey a habitable planet. Hát itt survey-eltük a Neptunuszt, ami annyira nem habitable. Sign of settler for the list. Jó, hát akkor megnézzük ezt. Szóval elugrunk a Marsra. Igen, most nagyon parádés a chat, azt kell, hogy mondjam. Tehát... Úgy, oda a tökbe kéne fölmenni. Na jó, akkor ez ilyen torony time. Előveszik a fegyvert, ma Marson vagyunk. Megint eszembe jutott, hogy dumozni kéne. Shit. Marsról mindig a dum jut eszembe. És akkor itt hol kéne fölmenni? Igen, ez menő ez a launchpad. Azért azt meg kell hagyni. You have gained an affliction. Hogy mi? You have an affliction. Lung damage. Prognózis poor. Fasza. Hát nem tudom. Nézem, hogy hogy jutok oda föl, de csak onnan az épületből gondolom. Igen, a backpack-kel van valami... gond. És itt voltunk. Fogalmam sincs, hogy hogy jutunk oda föl. De komolyan. Ó! Oh. Csúnyán köhög Andi egyébként. Andi, ne hallj meg, mert sokba fog kerülni. Na. Hopp!
Igen, igen, valami tüdő gondunk van. Friction in the start section. Okay. Jó, aid. Matpack. Ez kell nekünk? Hát én benyomtam. De még mindig ott van. Vagy csak az volt, hogy lopott. Lehet. De akkor olyat kéne keresni, ami... Injektort. Ó. Oh. Király. Köszi. Legyetek bátorak. Így van. Ja, backpack. Igen. És akkor ez most miért jobb? Airborne. Nem jobb. Hát igen. De hogy tudok... Jó, de hol a, hogy van a basic boost? Ezt lehet tudni. Van itt minden. Mi ez a power? Jump twice. Oh, okay. Okay. Kapcsolok villanyt. PHD hallgató védő amulettet? Az mondjuk nagyon menő hangzik. Okay.
Igen, ez nagyon ilyen... ilyen... toronytájmos dolog. Ilyen, hát nem is tudom milyen... ez nagyon sok játékban van ez. A Far Cry-októl kezdve a Assassin's Creed-ig. Mondom, a Fallout-ba is. Vagy hogy szakirodalommal. Hát figyelj, az ilyen, ilyen dolgokat szeretik a hallgatók egyébként. PhD hallgatók. Mert nyilván tudják ők is, hogy valószínű a legtöbbet a saját munkájukkal érik el. Ó. Egy shotgun. Ez menő. De mindig jót tesz egy kis extra boost a lelküknek. Nem vagyok tériszonyos, amúgy. Mondjuk ebbe a témába szerintem az ilyen magasra mászós tériszonyos témába a Dying Light-ot nem nagyon lehet überelni. Damn, woman. Oh, shit. És de miért nem mentettem közbe? Nagy volt a magabiztosság, mi? Ne, nekem nincsenek ilyen kabaláim. Nem mondanám különösebben, hogy, hogy így akár csak a szokások rabja is lennék, vagy nem is az, hogy a szokások rabja, tehát nincsenek ilyen szeánszaim, meg mindenféle ilyen. Én csak oda koncentrálok a feladatra, aztán mindjárt jó lesz. Ja, de hogy így haltunk meg? Most mi a tökömé nem megy föl? Hát ezt nem értem. Nem kapaszkodik bele. Na. Jó, hát ügyesen kell, és akkor megcsinálja. Ügyes ez az Andvi. Oh. Lung damage has became worse, úgyhogy akkor benyomjuk a cuccot. Ja, és igen, először, tényleg először haltunk meg, de hogy így? Hát ez nagyon szomorú. Mondjuk várható volt, hogy le fogunk esni, tehát... Az ilyen, gyakorlatilag egyértelmű, hogy bekövetkezik.
Nyomtam egy quick save-et. Csak hogy nehogy baj legyen. Oké. Itt ugye átment egyből. Így van. Ide is fel tudtunk ugrani. Oda is. És akkor már csak egy van. Így van. Jó, itt kilútolunk. És akkor mehetünk. Jó. Hát itt más nincs, úgyhogy akkor le kéne menni. Óvatosan. Fú, még az a izé játékkal se játszottunk, a Only Up. Tudjátok, az a Rage Game. Gondolkodtam rajta, csak az a baj, hogy az egyértelműen olyan játék, hogy rengetegszer megfalunk. Inkább a Gravity Rush? Az quality cucc, azt mondjátok? Lefele könnyebb amúgy. Kb. Így lent is vagyunk. Jó, és akkor oda kéne elvinni a... Jó, hát azért innen nem ugrok le. Sidonia. Hol a hajunk? Ott. Okay. Nem baj. Sokkal jobb, meg PlayStation exkluzív. Hát most elmegyünk, sétálunk egy kicsit itt a marson, amúgy is most olyan szép idő van. Mondjuk ezek a homokviharok a marson tényleg brutálisak állítólag. Hogy időnként úgy beindul, és akkor így olyan szinten söpör végig, hogy konkrétan a, így a műholdakról ilyen egy nagy masszának látszik az egész bolygó. Tehát nem látszik semmi a felszínből. Tehát tényleg, mint ilyen motion blurt, vagy hát ja, ilyen smoothingot végighúztak volna rajta, ilyen Gauss filtert. Tényleg egy nagy massza az egész. Mondom, a National Geographicnak volt egy nagyon jó sorozata, az volt a cím, hogy Mars. Nagyon találó címet adtak neki. Azt mindenképp javaslom megtekintésre, mert tényleg nagyon jó. Ilyen félig dokumentumfilm, tehát ilyen interjúkat csináltak, ilyen csillagászokkal, fizikusokkal, tényleg komoly tudósokkal, és emellett Elon Musk is benne van. meg tehát ilyen egyrészt dokumentumfilm, meg van egy ilyen meg így félig ilyen szkriptelt, tehát rendes élőszereplős filmsorozat gyakorlatilag. Mellow Stream lesz.
Hát lehet, hogy mostanában lesz, mert hát most lehet, hogy eljutok egy olyan pontra, ahol kéne csinálni egy kis code cleanupot, meg mit tudom én, az meg olyan viszonylag könnyű téma. Lehet könnyen streamelni. De még nem tudom pontosan, mert elvileg most működik az a modul, amit írtam, csak az eredmények furák, amik nem biztos, hogy azért vannak, mert a program szar, hanem lehet azért, mert én használom rosszul. Szerintem az elkövetkezendő néhány napban ez ki fog derülni. Néhány hétben inkább úgy mondom. Cosmos, az a Neil deGrasse Tysonos, ugye? Yeah. Ó, hát ez is elég nagy. Hogy kell ide bejutni? Biztos vagyok benne, hogy rossz helyen vagyok. Nekem nem itt kéne most lennem. Vagy igen? That fella is not here, mate. Ó, oh, hol a tökönbe vagyok? Cosmos. Ja, hát persze, van egy régi, ugye azt a... ezért csinálta még a... Ahogy gyorsan akartam mondani. A Neil deGrasse Tysonnak a tanára. Ó... elfelejtettem a nevét. Na mindegy, majd leírjátok, ha tudjátok, ha meg nem, akkor majd utána nézek. De ja, a Cosmos az nagyon jó. Space Time Odyssey is. Úgyhogy, ja, jó menő cuccok nagyon. Na, itt vagyunk Sidonian. Ja igen, és ő kérte, hogy szedjük le. Szotyi! You place that sensor and my mark is as good as dead. Good. I'm already getting readings from it. Nothing yet, but when he shows, we'll get him. Here's your pay. Think of it as your cut of the bounty for your assistance. G'day. Okay. Na, akkor ezt is megcsináltuk. Így van, ja. Jó, hát ezek meg, ez nagyon magas szintű, ez még különösebben nem érdekel. De majd megcsináljuk azt is idővel. Oké, és akkor küldetések. Locate shared ecosystem in Lunara. Tehát a Lunara rendszerbe kellene keresnünk. Shared Ecosystem. Hát ezt nem tudom pontosan, hogy mit jelent, ennek utána kell nézni, hogy mi az a shared ecosystem. Aha, és több bolygót fel kéne fedezni. Ezt megnézzük. De most miért nem lehet? Set course? I see. Too messze van. Két jump, 18 fényév. Ja, per jump, akkor ez 34,1 fényévre van. És 50 liter benzin van a tankban, ez meg 54,5 kéne. Fuck.
Hát akkor fejlesztünk majd a hajón, és akkor megnézzük. Destroy the creams. Okay, activity. Itt, hogy mit kéne csinálni, check in on later, akkor itt van ez a, hogy később keressük meg Keltont. Okay. Jó. Na, hát akkor könnyen lehet, hogy csak main questünk van, illetve hogy visszamegyünk még a lodge-ba dumálni. Most hirtelen nem látok mást, amit tudnánk csinálni. Úgyhogy valószínű, hogy itt ma megállunk, és folytatjuk majd szerintem, hát talán csütörtökön, még mindig csak ceruzával van beírva. Ugyanis csütörtökön az vagy be kell mennem ugye a munkahelyre dolgozni, és hát igyekszek majd haza, de hát majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Ami biztos, hogy lesz stream, csak még ez kicsit bizonytalan, hogy pontosan mikor. Lehet, hogy egy kicsi csúszással, tehát hogy nem 8-tól, hanem mondjuk 8:45-től vagy 8:30-től. Majd meglátjuk. Mondom, ahogy sikerül. A játék kifagyott, ami így a kilépés közben, csak mondom. Tehát nem fogjátok látni. De itt a Quit to Desktop kérdésnél megnyomtam, hogy confirm, és ott kifagyott. Semmi baj. Még Early Access verzióban van ez a játék is, úgyhogy előfordul. Na. Én minden esetre megköszönöm a figyelmet. Jól haladtunk ezzel a mai játékkal, én úgy gondolom. Kezdem megszokni egyébként. Mondjuk még azért vannak homályos voltok, hogy mi hogy van, de még nagyon az elején vagyunk tényleg, hát nincs még szerintem benne 10 óra, úgyhogy ez még tényleg nagyon az eleje. Meg úgy 10 óra, hogy sokat kalandozunk, meg sokat beszélgetünk, meg megyünk össze-vissza, úgyhogy tényleg még így a sztorival nem is nagyon haladtunk. Szerintem még mindig így a prológusban vagyunk kb. Na de hát mindegy, ez ilyen. Én nem sietek sehova. Sétadrik, köszönöm a csírt, nektek pedig köszönöm a figyelmet. Holnap akkor nem lesz stream, csütörtökön találkozunk, és akkor lehet, hogy egy picit 8 után, mondjuk 8:45, legkésőbb 8:30, de akkor toljuk, folytatjuk a Starfieldet. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Én kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hetet. Szevasztok!